Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És akik megrendelik a havi ingyenes hírlapot, minden hónapban van egy kedvezmény, egy jóslás asztrológiával, 10000 forint helyett 6000 forintért. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a nyeremény, egy jó anyagi helyzet, és itt van egy utazás, ez lehet egy külföldi kapcsolat, az is lehet, hogy külföldön él, és mivel utazás látható, meg akar látogatni téged, és megvan hozzá az anyagi helyzet, megvan hozzá a pénz. Amit még a kártyák mutatnak, hogy ez az utazás lehet egy változás is, változik valami az anyagi helyzetén, és ez összefüggésben áll a munkával, a hivatással, vagy itt az anyagiak, ez a sok pénz jelenthet szimbolikusan értékeket is, mint például belső értékeket. Te értékes vagy számára. Itt lesz egy fordulat, egy utazás, ez lehet egy közös életút, vagy egy közös nyaralás is. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Ő érzi azt, hogy te jó indulatú vagy, kedves, szerény, és megvan a közeledés, sőt, itt látható a szerelem, egy szerelmes pár szimbóluma ez a kép, és így minden jól fog alakulni. Értékes vagy számára, azon kívül lesz itt nyeremény, jó anyagi helyzet, egy utazás, és itt látható, hogy mennyire kedvel téged. Mit fog tenni? Itt látható a betegség, ő segíteni fog ebben a helyzetben neked, ott van melletted. Az is lehet, hogy itt nem betegségről van szó, hanem egy bizonyos helyzetről, ami betegített téged, ami betegítette őt, de itt javulni fog a helyzet. Előfordulhat az is, hogy ezen a területen dolgozik, mint orvos például, és itt látható, hogy van munkája, segíteni fog neked is, jó szándékokkal közeledik hozzád. És mi fűz össze benneteket? Itt látható egy bírósági ügy. Ez megoldható, hiszen látható, hogy ő segít, ott van melletted, javulni fog a helyzet. Lehet, hogy ez betegített téged, vagy betegített mindkettőtöket. Ez nem csak egy bírósági ügy lehet, hanem jelenti az igazságtalanságokat is, hogy benne voltatok egy bizonyos helyzetben, ami igazságtalannak tűnt, és mivel itt látható a gyógyító erő, ez a probléma megoldható. Az a fontos, hogy ő is jó indulatú, te is jó indulatú vagy, lesz egy utazás, ami jelenthet változásokat,
és itt van egy jó kimenetel, azon kívül látható a közeledés, hiszen szeretitek egymást. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!